elég lesz. Svédasztalos kiszolgálás, modern, megújult környezet, egészséges ételek. Ez fogadja Zombán az általános iskola tanulóit. Mindezt pályázati keretből közel 25 millió forintból tudta megvalósítani a város vezetősége együttműködve a tanintézmény munkatársaival. 4,5 éven át tartó projekt zárásánál tartunk. A program neve Menő Menza. A feladat, a cél az volt, hogy az iskolásoknak is tetsző, kedves, de nagyon finom és egészséges ételeket szolgáljunk fel a program keretében, és a felszolgálás is megfelelő színvonalon történjen. Minden alkalommal svédasztalon szolgáltuk fel az ételeket. Pályázati pénzből megújult még az ebédlő butorzata és teljes konyhai felszerelés vásároltak. 2018 tavasza óta pedig további 50 olyan programot szerveztek, ahol a gyerekek egészséges életmódra nevelése volt a cél. Az iskola igazgatója szerint már rég vártak egy ilyen lehetőségre. Évek óta várunk arra a lehetőségre, hogy megújítsuk az éttermünket, és hát most ez a pályázat lehetőséget adott nekünk arra, hogy új asztalokat, székeket, étkező eszközöket kaphassunk. A gyerekek ez alatt a pályázat alatt nagyon sok olyan étellel ismerkedtek meg, amivel otthon nem ismerkedhettek meg. A zombai általános iskola menzáján több mint 200 diák étkezik naponta.